Köszöntöm a Pannon televízió nézőit, szeptember 13-ai híradónkat látják. Kornél és János névnapja van. 86 éve Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat. Most következnek a nap kiemelt hírei, először csak egy-egy mondatban. 11 millió forint értékben kaptak új könyveket a vajdasági magyarság szempontjából fontos közkönyvtárak. Folynak a munkálatok az újvidéki Zsilipen. A szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar harmadik körben is felvételt hirdet leendő hallgatói számára. Látogatás a Kercsedini-szigeten. A vajdasági magyarság szempontjából fontos közkönyvtárak. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek köszönve a Magyar Nemzeti Tanács 7-7 kiemelt jelentőségű és közepes nagyságú, valamint 15 falusi és fiók könyvtárt részesít támogatásban. Az átvételi megállapodások ünnepélyes aláírását a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban tartották. A napokban minden könyvtárban megérkezik az új könyvcsomag. Az új könyv mindig öröm a könyvtárosok és az olvasók számára is, mondták a könyvtárak munkatársai az átvételi megállapodás ünnepélyes aláírását követően. Az új könyv az mindig óriási segítség könyvtárnak, könyvtárosnak abban, hogy becsalogassa azokat az olvasókat is, legyen az felnőtt, legyen az gyerek, aki eddig nem lépte át a könyvtár küszöbét. A gyermekkönyvektől a szép irodalmon át a tudományos kiadványokig mintegy 300 példánnyal bővült a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár állománya. Nagyon gyakorlatias szemmel válogattunk a közel 1500 könyvcímet felsoroltató listáról, mégpedig azokat a könyveket válogattuk, amiről úgy gondoljuk, hogy az olvasóink keresik, tehát ez a legszélesebb skálán mozog. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek köszönve a Magyar Nemzeti Tanács 11 millió forintot tudott az új magyar könyvek vásárlására fordítani idén. Egy 7 kiemelt jelentőségű könyvtár, 7 kisebb könyvtár és 15 kisfalusi könyvtár, fiók könyvtár is könyvtámogatásban tudott részesülni. A nagyobb könyvtárak 1 millió forint értékben, és ahogyan láttuk is, körülbelül 250-300 könyvet tudtak vásárolni az elmúlt 3 év magyarországi terméséből. A vajdasági magyar közgyűjtemények digitalizálásához és hálózatba szerveződéséhez a jövő évben a Magyar Nemzeti Tanács egy digitalizáló rendszer megvásárlásával járul hozzá, mondta Hajnal Jenő. Valamint ismertette, hogy az MNT támogatásával 77 általános iskola kap házi olvasmányokból álló könyvcsomagot, mintegy 3 millió 600 ezer forint értékben. Szabadka után Óbecsén is lakossági fórumon ismertették tegnap este a Prosperitáti Alapítvány 4. pályázati körének részleteit. A falusi házak és a mezőgazdasági földek vásárlása, valamint a mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések támogatása iránt akkora volt az érdeklődés, hogy zsúfolásig megtelt a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nagyterme. A kis terembe tervezték, de a nagy terembe kellett átköltöztetni a Prosperitáti Alapítvány lakossági fórumát, annyian jöttek el kedden este a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörbe. A legtöbben a mezőgazdasági pályázati lehetőségek iránt érdeklődtek Óbecsén. Nem pályoztam még egyszer, ha megpróbálnák pályázni egy nagyobb traktorra, kicsit könnyebb legyen a munka, meg gyorsabb legyen. Szabó Nagy Zsuzsanna eddig kétszer pályázott sikerrel a mezőgazdasági gépvásárlásra. A családi gazdaságban sárolé teheneket is tenyésztenek. Jószág tenyésztéssel is foglalkozunk, és most szeretnénk a tanyán újabb istáló részeket csinálni, amivel, hogy már most ellenek a tehenek, és ugye bővíteni kellene. A pályázatok beadási határideje november 30-a. A PIT online pályázati rendszer az alapítvány munkatársai szerint nagy segítséget jelent az érdeklődőknek.
Mindig el tudják érni a pályázati profiljukat, munkaidőn kívül is, késő esti órákban is, ez lehet a gazdáknak is számít, valamint a vállalkozóknak még többet. És az most aktuális pályázati kör pedig olyan pályázatokat vár, ami társadalmilag nagy hatékonysággal bírnak, új munkahelyeket teremtenek, beszállítókat növelnek, új végtermékeket eredményeznek. Most falusi házak vásárlását célzó, vissza nem térítendő támogatásra, mezőgazdasági földvásárlási hitelkamat támogatására, valamint mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kombinált támogatására lehet pályázni. A gazdaságfejlesztési stratégiára támaszkodó pályázatok célja a hozzáadott érték létrehozása. A végső cél, amit én nagyon sokszor kiszoktam hangsúlyozni, hogy a mezőgazdasági termeléssel az egészséges élelmiszer termelést alapozzuk meg, az egészséges élelmiszer termelésnek, illetve egészséges élelmiszernek a külpiacokra való juttatását. Tehát még mindig ennek a megalapozása tart. A Prosperitáti Alapítvány szeptember végéig további lakossági fórumokat tart. Ezekről, valamint a pályázatokról a www.prosperitati.rs oldalon lehet tájékozódni. Remélhetőleg a következő 3 hétben megszületik a végső döntés a bérek és a nyugdíjak emeléséről, mondta Ana Brnabić Csácsákon. Szerbia miniszterelnöke kiemelte, a kormány és a szakszervezetek illetékesei megegyeztek a minimális órabér emeléséről, amely fontos lépés a fizetések növelése szempontjából. A kormányfő hangsúlyozta, eredményes tárgyalásokra számít a Belgrádban tartózkodó IMF küldöttség tagjaival. U privredi moraju biti bolji uslovi za rad, zato što je privreda ta koja plaća javni sektor. U privredi moraju da budu bolje plate, bolji uslovi za rad. Dok god javni sektor ima problem da zadrži najbolje, to je dobar problem sa kojim mi moramo da se suočavamo i to je onako kako bi zdrava i dinamična ekonomija trebala da izgleda. A tervek szerint késlekedés nélkül halad a Belgrád a vízen épület komplexum felépítése. A leendő lakók a következő év áprilisában költözhetnek be, mondta ma Alexander Vučić a munkálatok megtekintésekor. A szerb államfő Siniša Malival, Belgrád polgármesterével tekintette meg az építkezést. A nyárnak vége, a megkezdett felújítási munkálatok azonban még folynak Belgrádban. Az utóbbi hetekben óriási fennakadásokat okoztak a szerb fővárosban az építkezések és a javítások, és ez a helyzet még néhány hétig biztosan nem változik. Óriási felújítási hullám kezdődött a nyáron Belgrádban. Minden fontosabb csomóponton útlezárások és elterelések vannak. A Szlávia körforgalma, Vukarádzsics szobra, a Brankó híd, vagy a híres Kalenić piac környéke mind-mind szinte megközelíthetetlen. A városvezetés szerint ezek az utcák és terek már régóta felújításra vártak, míg mások szerint a tavaszi belgrádi választásokat készítik így elő a politikusok. Számtalan akadállyal kell megküzdenie annak, aki Belgrádba érkezve meglátogatná a Szent Száva templomot. A szerb főváros legfontosabb csomópontjain felújítások zajlanak, így jól meg kell gondolnunk, merre induljunk, hogyha Belgrádnak ezt a jelképét szeretnénk megtekinteni. Siniša Mali polgármester türelemre intette a helyieket. Szerinte ezek elengedhetetlen munkálatok voltak. Nem csak az utcákat és az utakat újítják azonban, hanem egyre több kis zöldövezetet alakítanak ki a városban. Ezek a parkocskák felüdülést nyújtanak a főváros betonrengetegében. Goran Vészić városi menedzser aláhúzta, a zöld területek kialakítását a városvezetés nagyon komolyan veszi. Želim kažem da smo mi ove godine izdvojili za uređenje parkova na teritoriji Beograda oko 600 miliona dinara, što je oko 5 miliona evra i da odavno nije izdvojeno više novca. Do sada smo uradili za ove 3,5 godine, znači 53 dečja igrališta, zatim 22 teretane na otvorenom i 20 urbanih džepova i parkova. Do kraja godine ćemo uraditi novih 17 urbanih džepova i parkova. A belgrádiak viszont nem örültek egyöntetűen a felújításoknak. Éppen az iskola kezdés előtt változott meg például a buszok útvonala, egyes villamosjáratok pedig ideiglenesen megszűntek. Olyan is volt, hogy a helyieket nem értesítették arról, hétfőtől lezárják az utcát, és reggel már nem a megszokott útvonalon, vagy nem a megszokott tömegközlekedési eszközzel juthatnak el a munkahelyükre. U redu je da se grad popravlja zaista i to je vreme sada u ovom periodu, ali su velike gužve i ne možete stići tamo gde ste krenuli na vreme. Gužva velika, kakvi su školu, po cijeloj škole, sve škole koje su u centru, pogotovo u trećoj,
mnogo veće kašnjenje i mislim da bi to trebalo da se pravda. Mislim da je super. Šta bi mislila? Mislim, ako će da poprave nešto da bude bolje, onda je to super. Belgrád polgármestere szerint a felújítások még körülbelül másfél hónapig tartanak, és a főváros lakói, illetve a látogatók is zavartalanul közlekedhetnek a megújult utcákon. Folynak a munkálatok az újvidéki Zsilipen. A nagyjavítás a tervekkel összhangban október közepéig befejeződik. Kicserélik a Zsilipet emelő láncokat, a fából és gumiból készült tömítéseket, valamint rozsdamentesítenek mintegy 2700 négyzetméternyi fém felületet. 1963 óta, amióta megépítették, ez a harmadik nagyjavítás ezen a Zsilipen. Egyébként éppen ennél a Zsilipnél Újvidéken a legnagyobb a szintkülönbség a Duna és a DTD csatorna között, mintegy 9 méter. Ovaj najznačajnija prevodnica, zapravo sa prevodnicom na brani na Bečeju, predstavlja najprometniju prevodnicu na hidrosistemu. Godišnje preko nje pređe između 800 do 1000 plovila, a obrne se negde oko 300.000 tona robe. Mi smo u svom poslovnom planu planirali ovaj remont i ukupan nivo sredstava je 23,3 miliona dinara. Posao je dobila firma Goša Montaža iz Beograda. Predviđeni rok za izvršenje radova je 120 kalendarskih dana. Najznačajniji radovi koji se ovom prilikom izvode jesu zamena nosećih lanaca i vodećih točkova na ponirućoj kapi, zatim zamena zaptivnih, gumenih i drvenih elemenata na dvokrilnoj kapi, kao i svakako antikorozivna zaštita na 2700 kvadratnih metara metalnih površina. A tartományi oktatási titkárság közleménye szerint a bevándorló szülők gyermekeinek szerbiai iskoláztatása a köztársasági oktatási minisztérium hatáskörébe tartozik. A tartományi oktatási titkárság támogatja a migráns gyerekek iskoláztatását, ugyanakkor felelős döntést kell hoznia a probléma megoldására, áll közleményükben. A szerb oktatási minisztérium határozata szerint néhány szerbiai iskolában vegyes osztályokba járnak majd a diákok a bevándorlók gyermekeivel. Az elégedetlen szülők hétfőn békés tiltakozást szerveztek és aláírásgyűjtésbe kezdtek Adashevcén és Síden. A szülők elmondása szerint nem a migránsok gyermekeinek iskoláztatását ellenzik, hanem azt, hogy egy iskolapadba üljenek az ő gyermekeikkel. Fizikai védelem nélkül nem lehet megállítani ilyen nagy migrációs nyomást, ezért van szükség a kerítésre, mondta Tuzson Bence Magyarország miniszterelnöki kabinett irodájának kormányzati kommunikációért felelős államtitkára szerda reggel. Az államtitkár Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa keddi budapesti sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált. A főbiztos egyebek mellett azt mondta, minden országnak nem csak joga, hanem kötelessége is megvédeni a határait és biztosítani az állampolgárai biztonságát, de ezek a kötelezettségek nem állnak ellentétben azzal az erkölcsi kötelezettséggel, hogy segítséget nyújtsanak a menekülteknek. Tuzson Bence hangsúlyozta, az elsődleges szempont a magyar ember biztonságának védelme. Erről szól a tranzitzóna. Végső soron pedig a kerítés léte is. Ez rengeteg energiát és anyagi forrást emészt fel. Csak a kerítés kiépítése mintegy 270 milliárd forintot igényelt, jelezte. Az államtitkár hozzátette, hogy a határőrizeti rendszer nem csak a magyar, de az európai polgárok védelmét is szolgálja. Ezért az ország joggal tarthat igényt az uniótól arra, hogy egy részét a költségeknek térítse meg. Az Európai Uniós tagállamok minden esetben kötelesek végrehajtani az Európai Bíróság jogerős ítéleteit az alapjogok csorbulásával jár, amennyiben ez nem így történik, szögezte le szerdai évértékelő beszédében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Aki nem kompromisszumkész, az nem képes a demokráciára és nem Európa képes, mondta. Elfogadhatatlan az
élelmiszerek eltérő minősége az Európai Unión belül nem megengedhető, hogy az állampolgárok bizonyos országokban azonos márkanév alatt gyengébb minőségű élelmiszereket kapjanak, mondta Juncker. A kettős élelmiszer minőségre arra, hogy egyes multinacionális vállalatok ugyanolyan márkanév alatt alacsonyabb minőségű termékeket forgalmaznak a közép- és kelet-európai piacokon, mint Nyugat-Európában, az év elején hívták fel a figyelmet a visegrádi országok. Deli Andor vajdasági származású fideszes EP képviselő üdvözölte Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnökének beszédében elhangzottakat a bővítési politikát illetően. A vajdasági származású politikus közleményében örömét fejezte ki, hogy a korábbi ellentmondásos megnyilvánulások után sikerült egyértelművé tenni, hogy a jövőben az Európai Unió kész új tagállamokat felvenni soraiba. Az EU-nak következetes politikát kell folytatnia a nyugat-balkáni régióval kapcsolatban, ha meg akarja őrizni a csatlakozni vágyó országok elkötelezettségét az európai integráció és értékek iránt, tette hozzá a néppárti képviselő. Magyarország kormánya a kezdetektől fogva felismerte a nyugat-balkáni régió stratégiai fontosságát és sürgette a csatlakozási tárgyalások felgyorsítását. Írásbeli hozzászólásában Deli újfent felhívta az Európai Bizottságot és az érintett országok kormányait. Egyértelművé vált, hogy megvan a politikai akarat, ezért éljenek ezzel a lehetőséggel, és dolgozzanak a csatlakozási tárgyalások felgyorsításán. A Fidesz-KDNP EP képviselője Bocskor Andrea kezdeményezésére az Európai Parlament 37 képviselője nyílt levélben fordult Petro Poroshenko ukrán elnökhöz, hogy aggodalmukat fejezzék ki az ukrán legfelsőbb tanács által elfogadott oktatási törvény miatt. Arra kérték az elnököt, ne véglegesítse azt aláírásával. A levél utal arra, hogy az oktatás nyelvére vonatkozó 7. cikkely ellentétben áll az Ukrajna által ratifikált nemzetközi egyezményekkel. A törvény értelmében az általános iskolák felső osztályaiban, a középiskolákban és a felsőoktatásban ezentúl ukrán nyelven folyhat az oktatás. A nemzetiségek nyelvén való oktatást pedig kizárólag az óvodákban és elemi osztályokban engedélyezik. Floridában a legnagyobb kihívás a romok eltakarítása az Irma hurrikán elvonulása után. A lakók lassan visszatérnek a Florida legdélibb részén fekvő Keys-sziget csoportra. A szigeteket egyetlen 160 kilométeres országút köti össze. Az első becslések szerint a szigeteken lévő házak mintegy 25%-a lakhatatlanná vált, és 65%-uk komoly helyreállításra szorul. Az Isla Morada szigetére visszatérők azt mondták, hogy házaik úgy gyűrődtek össze, mint az összenyomott kólás dobozok. Miamiban az utcákról kezd visszahúzódni az áradat. Irma már lecsendesedett, és trópusi viharként Georgiában, Dél- és Észak-Karolinában pusztít. 6 magyar és egy szlovén állampolgárt sikerült kimenteni kedden a hurrikán sújtott a Szent Márton szigetről, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán. Hozzátette, hogy éjjel 3:42-kor meg is érkezett a kormány által bérelt repülőgép Curaçaóra. Jelenleg 13 magyar állampolgár tartózkodik a szigeten, akiről a tárcának tudomása van. Szijjártó beszélt arról is, hogy Curaçaóban biztonságban lesznek a magyar állampolgárok, konzuli segítséget kaphatnak, ki tudják állítani a hazatérésükhöz szükséges dokumentumokat. Minden olyan magyar állampolgárt el tudtak hozni a szigetről, aki ezt igényelte, tette hozzá Szijjártó Péter. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Vajdaságban már javában tart a szőlő szüretelése. Ajvár készítő verseny tartottak ma Topolyán. A Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar harmadik körben is felvételt hirdet leendő hallgatói számára. Az okleveles tanítói szakon 15 önköltséges és 6 az állami költség
vetésből fizetett hely vár még betöltésre, az okleveles óvópedagógus szakon pedig 5 önköltséges és 4 állami hely betöltetlen még. A beiratkozáshoz középiskolai végzettség szükséges, felvételi vizsgát kell tenni magyar nyelvből és irodalomból, valamint általános tájékozottságból, illetve képességvizsgát kell tenni zenéből, beszédkészségből és testnevelésből. Jelentkezni péntekig lehet. Vajdaságban már javában tart a szőlő szüretelése. Az idei termés a szélsőséges időjárás ellenére is kecsegtető a vincellérek szerint. Sinka Ferenc palicsi boros pincéjében már a hordókban forra most, amelyből bor lesz. A korai szőlők egy részét már leszüretelték, de vannak olyan fajták, mint például a fekete szőlők, amelyek majd csak októberre érnek be. Az északbácskai termelők szerint megfelelő a must cukorfoka, ez pedig a jó minőség ismertetőjegye, azonban kicsit aggódnak a sav hiány miatt. Az idei szőlő állapotáról azt mondhatjuk, hogy hála Istennek sok nap volt, most már szépen beérnek a szőlők, ellenben nagyon kevés csapadék volt, ami éppen nincs a szőlőnek a javára, mert ha lett volna csapadék, akkor mennyiségileg is több lett volna, meg a minőség még jobb lenne, mert ezzel a kevés csapadékkal én attól félek, hogy nem lesznek harmonikusak a borok. Az idei szüret a vajdasági termelők körében nagy boldogságban telik, hiszen a minőség kiváló és a mennyiségre sincs panasz. Nem hiába örülnek a borászok a szüretnek, hiszen ez valaha jelentős közösségi esemény, népünnepély volt. A Horgosi Bíró család 40 éve borászkodik, 10 000 tőkéről gondoskodnak, 6 fajta szőlőt termesztenek. Múlt hétfőn kezdtük a szüretelést. Nagyon szép, nagyon meg vagyunk vele elégedve, minőségileg is, mennyiségileg is. A mustnak a cukorfoka 22,5, egészségesek a fürtök, nagyon szépek, úgyhogy nagyon meg vagyunk elégedve vele. A gazdák elmondták, a jó év ellenére az okoz nekik gondot, hogy nehezen találnak munkásokat a szüreteléshez. Oromhegyesen holnap zárja kapuit a nemzetközi fafaragó tábor, amelynek munkájában 3 felvidéki, 4 magyarországi és 3 helybeli alkotó vesz részt. Ennyien még egyetlen korábbi táborban sem voltak. Szemcsuk István a székely népművészet jó ismerőjeként minden táborban itt van Oromhegyesen. Műszaki tanár lévén általában a nagyobb precizitást igénylő dolgokat bízzák rá társai. Székely vagyok, és követem mindig ott a székelykapukat is faragtam, és azokat a munkákat is szeretem csinálni, és ezáltal úgy sokkal több mintát tudok, jobban bele lehet vinni egy pár dologba, valamint az emberalakokat, fejeket. A 3 felvidéki alkotó először vett részt a munkában, és inkább tanulni jött, ismerkedni a fával, a fafaragással. Baracska Árpád restaurátorként dolgozik, ezért külön érdeklődik a fafaragás iránt. A rozetta mintákat faragcsálunk, de hangsúlyozom főleg azért, hogy megismerkedjünk a fával, hogy megtanuljuk, hogy a vésőt azért nem úgy van, hogy gyerekalás megeszlek, hanem kísérletezünk, innit fordítsd, onnit fordítsd. A Viktor kollégám, ő viszont egy keményebb munkába belefogott, ő mindjárt egy szobrot farag. A fafaragók Szent István szobra mellett, ami az Oromi templomba kerül majd, Rámát faragnak a falu kitört településjelző táblájához, és sok más, szebbnél szebb faragban készítenek. A Betlehemet tudjuk bővíteni az idén ugyancsak. A Kanizsafesztre készül a megszokott kopjafa, valamint az Itzer klubnak a 25 éves évfordulóján készítettünk egy emléktáblát, valamint ugye a megszokott táborfát, amire nevek, résztvevők, dátum fölkerül. Az Oromhegyesi Ulmusz Egyesület Faparagó táborát társszervezőként a helyi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, valamint a Betlen Gábor alapkezelő ZRT is segítette, a községi önkormányzat pedig 200 000 dináros támogatást nyújtott a szervezőknek.
Az őszi zsidó kulturális fesztivál 2017 rendezvénysorozat keretében keddeste kóstolóval egybekötött gasztronómiai előadást tartottak a Szabadkai Zsidó Hitközség nagytermében. Hogyan hódította meg a spanyol királynak szánt kenyér Európát címmel? Tamara Ognyevics művészettörténés és élelmiszerörökség kutató a népes közönségnek bemutatta mindazt, amit eddig nem tudtunk a zsidó édességekről. Gondolom, hogy önök is szeretik a fánkot, a mákos rétest, a kiflit és a piskótát, de azt gondolom, hogy nem tudták, hogy mindezek a zsidó gasztronómia hagyományaiból származnak, pedig így van. Az előadáson arról beszélt Tamara Ognyevics élelmiszer örökség kutató, hogyan vettünk kölcsön az askenázi és szefárdi étkezési hagyományokból, különösen a közép- és kelet-európai zsidók konyhaművészetéből számos édességet, amit ma már sajátunknak, örökségünknek tekintünk, és gyermekkorunkat idézik meg, olyan kalácsokat, amelyek mindannyiunk számára sokkal többek, mint pusztán íz és illat. Ruzsica Rudics Vránics két olyan süteményt mutatott be, amit a zsidók az ünnepekre készítenek. Az az úgynevezett hammantassan, ez egy ilyen omlós tészta, és mákkal, vagy dióval, vagy lekvárral lehet tölteni, és egy különös ünnepre van, a másik meg az úgynevezett flódni, és ez szintén egy ilyen omlós tészta, de több rétegből is, akkor adnak a töltése lekvárdió, túró, alma, tehát minden rétegben másféle töltelék van. A zsidó cukrászat és kalácskészítés nagy hatással volt Pest, Bécs, Prága ma legkedveltebb édességeinek kialakulására, de ez igaz akár Belgrád, Újvidék, Szabadka vagy Zenta esetében is. Ezeknek az édességeknek rituális szerepük is van, ugyanis az egyes zsidó ünnepekhez bizonyos étkezési szokások is párosulnak, és például az olajban sült édességek a Hanukához kapcsolódnak például, tehát ilyen szempontból ezeknek valamilyen rituális funkciójuk is van. Ezek az édességek természetesen nem csak a zsidók körében, hanem hát a szomszédok körében a zsidókkal együtt, vagy akikkel a zsidók éltek együtt, közkedvelté váltak, és minden nép úgy tartja, hogy ez már az ő édessége. Tamara Ognyevics művészettörténész a zsidók több ezer éves múltra visszatekintő, de nem hivalkodó, csendes konyha művészetéről beszélt. A zsidó gasztronómiában az étel nem csupán az asztalon tálalt ennivaló, hanem az identitás, az emlékezés és a kultúra meghatározó alapja. Ajvár készítőversenyt tartottak ma Topolyán. Az Ajvár Baj Vívó országos gasztronómiai karaván első alkalommal érkezett a városba. Több csapat mérte összetudását a jellegzetes balkáni paprika mártás készítésében. A legjobb csapat értékes ajándékban részesül, valamint részt vehet az október 14-i országos döntőn Szokóbanyán. Füstös sült paprika illata lengte be Topolya központját. Az Ajvár bajvívó versenyen 15 csapat mérettetett meg. Legtöbben rostélapon sütötték a paprikát, de akadtak alternatív megoldások is a hatékonyabb munkavégzésre. A pucolása a leghosszadalmasabb, mert mivel gázpörkölővel süsszük meg, mert lehet ezt lerni be, lehet parázson sütni, de mi így oldjuk meg gyorsabban. A csapatok a jól bevált otthoni receptjeikkel szálltak versenybe. Megsüssük a paprikát, utána lehéjazzuk, lehámozzuk a külső héját, ledaráljuk, utána összefőzzük még különböző fűszerekkel, hagyma, fokhagyma. És aztán mindennek bele a fűszerek, olaj, ecet, só, cukor, bizonyos mennyiségben minden, ahogy mi szeressük. Vidám, jó hangulatban telt a munka, a programot zenés táncos produkciók színesítették. Jó a hangulat, sok nevetés, ugye az Ajvár készítés a fő cél, de hivatalosan gyakorlatilag az, hogy együtt egy kicsit lazítva jól érezhessük magunkat. Az Ajvár Baj Vívó Karaván 4 éve szervezi meg gasztronómiai versenyét, Topolyára első alkalommal érkeztek. A
az itt elkészült ajvárok közül a legjobbat szakmai zsűri fogja kiválasztani. És a legjobb ajvát készítő csapat egy szmederevói kályhával lehet gazdagabb. Minden városban ezt a főnyereményt kapja a legjobb csapat, aki a legfinomabb ajvát készítette. Szokobanyán október 14-én tartják a verseny döntőjét, ahol Szerbia városaiból a 30 legjobb ajvárkészítő csapat ismét versenybe száll az állam legjobb ajvárkészítője címért és az értékes nyereményekért. Újvidéktől mindössze 40 kilométerre terül el 800 hektáron az az egyedülálló, legelőirül is ismert Kercsedini-sziget, amely része a kaboli Pétervárady rét természetvédelmi területnek. Növényvilága megfelel az őshonos állatok tartásának, ami a mai kor emberének már különlegességnek számít. Félelemérzet nélkül lehet Szamarat simogatni a Kercsedini szigeten, ahol az ország egyedülálló élő génbankját tartják számon. Ugyanis több mint 80 szabadon tartott félvadlovat, emberközeli mangalicákat, juhokat és szürke marhákat is lehet látni a természetvédelmi területen. A turisták előszeretettel töltenek el pár órát a szabadban, hogy megcsodálják a természet törvényeit. Imamo negdje oko 400 krava simmentalski, imamo oko 100 podolaca, ima oko 130-140 magaradi, balkansko magare. I ja ovo ne bi mogao da radim da nije subvencija. Az indiai turista szervezet a Beskai kikötőből hetente több alkalommal hajós kirándulást szervez erre a védett területre, hiszen a Duna ezen szakaszán ez a legnagyobb kiterjedésű sziget, mintegy 800 hektáron terül el. Dejan Jaksics idegenvezető a sziget élővilágát mutatta be a turistáknak. Krcsinská lepozna potom, és tudna nyújra azt, itt a zona csitvarolisna detelina, poznata i kao najveće mrestilište ribe u ovom toku Dunava, odnosno zapravo u cijeloj Evropi, jer ovdje se najviše mresti šaran. E sad, loša strana Krčinskade jeste to što se pošumljava kanadskom topolom, koja je izuzetno kisela i koja ne odgovara ovom podnevlju. Az indiai turista szervezetben mintegy 5 évvel ezelőtt találtak arra alkalmat, hogy a kaboli Pétervárady réthez tartozó egyedülálló szigetet beiktassák a kínálatba. Ona je jedna od najvećih hada na toku Dunava od ušća Drave do ušća Tise i zaista je deo specijalnog rezervata prirode i kao takva je posebna jer ovdje ljudi mogu da uživaju i da posmatraju životinje, različite vrste životinja koje žive u potpunom skladu i harmoniji. A Kercsedini szigetet 2012-ben csatolták a kaboli Pétervárady réthez, amely már korábban védett területté lett nyilvánítva. A 800 hektáron több fokozatú védettség van érvényben, így az itt található állatok egész évben a természettel összhangban élnek, emberi beavatkozást alig igényel a fenntartásuk. Rénszarvas csordára gyűjt egy magyar természetfilmes. Az egyik közösségi hálón gyűjt pénzt Török Zoltán, a Vad Magyarország és a Vidra Sors rendezője egy szibériai családnak, hogy 20 szarvassal újra tudják éleszteni a családi hagyományt. Török több mint 10 évvel ezelőtt, 2005-2006-ban forgatott Szibéria közepén egy nomád evenki család tagjaival, akik a nagypapa Vladimir vezetésével járták a tajgát a család háziasított rénszarvasaival. Különböző okokból a film végül nem készült el az akkor felvett anyagból. Török szeretné folytatni a bő évtizeddel ezelőtt megkezdett filmes munkát, egyben segíteni is akar a családon. A kampányból még 10 nap hátra van, a legbőkezőbb támogatót a filmesek magukkal viszik Szibériába az evenkikhez. Újabb napkitörést észleltek a német űrközpont szakértői, miután a NASA néhány napja az elmúlt 12 év legerősebb ilyen eseményét regisztrálta. Jens Berderman, a német űrközpont munkatársa elmondta, vasárnap egy még erősebb napkitörés történt. A kilökődéssel elektromosan töltött részecskék távoztak, amelyek, ha közvetlenül a Föld atmoszférájába kerülnek, sarki fényekként észlelhetők. Egy naptevékenységi ciklus nagyjából 11 évig tart. Ez idő alatt a nap mágneses terének északi és déli pólusa
felcserélődik. Eközben növekszik, majd végül ismét csökken a nap aktivitása. Jelenleg éppen csökkenő fázisban van. Ezért is meglepő, hogy a napi ennyire aktív, mondják a tudósok. Ha egy ilyen napvihar közvetlenül eléri a Földet, az zavart okozhat a kommunikációs és navigációs eszközök működésében, vagy tönkre is teheti azokat. Legrosszabb esetben az elektromosan töltött részecskék akár az űrben lévő műholdakat is károsíthatják. Budapesten megkezdődtek a hétvégi nemzeti vágta előkészületei. Ez lesz a 10. rendezvény, amely a legnagyobb hatású magyar lovas rendezvényé nőtte ki magát. Idén a korábbi évekkel ellentétben nem történelmi személyiség előtt tiszteleg a verseny, hanem a zenét és táncot ötvöző verbunkos műfajának állít emléket. A korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is lesz kishuszárvágta, fogatvágta, nemzetközi vágta és jótékonysági sztár futam is. A nemzeti vágtán idén is lesz több vajdasági résztvevő is. És eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. 11 millió forint értékben kaptak új könyveket a vajdasági magyarság szempontjából fontos közkönyvtárak. Folynak a munkálatok az újvidéki Zsilipen. A Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar harmadik körben is felvételt hirdett leendő hallgatói számára. Látogatás a Kercsedini-szigeten. Köszönjük figyelmüket a pannonrtv.com-ra, kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Most következik a Száraz fa lelke című Csantavéri Tambura Fesztivál a Pannon Televízió műsorán. Holnap a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában azzal is foglalkoznak, hogy a migráns gyerekek számára Szabadkán műhelyfoglalkozásokat szerveznének a tanintézményekben. 14 óra 5 perctől a Kultúrában az Ars Sacra Fesztivál kelebiai rendezvényeiről is többet tudhatnak meg. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!